Nem egy izgalmas esemény, hanem egy furcsa ügy kapcsán jelentek meg hírek az elmúlt napokban az egykor sok nagy csatát megélt népkerti salakmotorpályával kapcsolatban. Ugyanis egy salakmotoros születésnapi rendezvényt szeretett volna ott tartani egy korábbi versenyző, Mészáros László. Ám végül ez nem valósulhatott meg. A pálya tulajdonjogát jegyző egyesület elnökének tájékoztatása szerint kizárólag azért, mert a helyszín jelenleg nincs olyan állapotban, hogy a salakmotor rendezvénynek adjon otthont. Így néz ki a korábban szebb napokat megélt salakmotorová jelenleg. Az egykor fantasztikus viadalok helyszíne mára már elhasználódott, sem a pálya, sem a palánk, sem a jelzőberendezések, sem a lelátó nincsenek jó állapotban. Itt szerette volna megtartani 70. születésnapja alkalmából salakmotoros születésnapi rendezvényét az egykori Borsod Volán versenyző Mészáros László. Hajlandó vagyok ingyen díjmentesen a pályát erre a rendezvényre odaadni. Mint azt megtudtuk, ez volt az első reakciója a korábbi magyar bajnok megkeresésére a Miskolc Népkert Volánese elnökének, ugyanis az egyesület tulajdonában van a népkerti pálya. Balázs András elnök megkeresésünkre elmondta, ahogyan közeledett a salakmotoros születésnap tervezett időpontja július 29, elkezdődött a részletek tisztázása. 50 versenyzővel délelőtt 10 órától, hogy este 6 és 7 óráig szeretné ezt az eseményt lebonyolítani. Én abban a pillanatban reflexbe mondtam, hogy ezzel a feltétellel, amely most rendelkezik a Népkert sporttelep, nem alkalmas egy ilyen rendezvény megtartására. A salakmotoros születésnap szervezője ekkor az egyik közösségi média felületen egy elkeseredett írást jelentetett meg, jelezve, hogy a születésnappal egybekötött jótékonysági rendezvényt, idézet következik, felsőbb miskolci vezetők utasítására betiltották. Erre reagálva közleményt adott ki a polgármesteri hivatal, melyben az állt, hogy sem engedélyezés, sem bejelentés, sem megkeresés nem érkezett hozzájuk ezzel kapcsolatban. A Volán pálya nem is az önkormányzat tulajdona, tehát sem a városnak, sem a városvezetésnek semmilyen illetékessége nincs a területre. Ez azt jelenti, hogy akkor sem tilthatta volna be, hogyha akarta volna, de nem is akarta volna, hiszen a város erejéhez és lehetőségeihez mérten folyamatosan igyekszik támogatni a miskolci sportot és sportolókat. A pálya tulajdonos sportegyesület elnöke elmondta még, a szakszövetség szakmai hátterével és engedélyével, a kötelező mentő és orvosi jelenlét, illetve a szintén kötelező pályakarbantartáshoz szükséges eszközök biztosításával korábban a legendás miskolci versenyző Papp Zsolt emlékversenyét sikeresen le tudták bonyolítani. Ám a salakmotor a születésnap kapcsán ezek egyike sem állt rendelkezésre. Információink szerint a sportági szakszövetség elnöke is támogatta Mészáros László rendezvényének leállítását. De egy bejelentést is tett Balázs András, a tervek szerint ugyanis egy ünnepélyes versennyel szeretnének hozzájárulni ahhoz, hogy a korábbi miskolci bajnokok méltóképpen búcsúzhassanak el a közönségtől. Még egy bejelentésem is lenne, hogy a Mészáros által szervezett eseményen jótékonysági programmal is jöttek, a kutyamenhe és a beteg gyerekeknek a megsegítésére. Ezt a lehetőséget felveszem a két intézménynek a vezetőjével, hogy mi ezt ezen az eseményen megtartjuk, és engedélyezni fogjuk biztosítani ezt a lehetőséget, valamint az Egyesület 100-100 000 forinttal támogatja mindkét intézményt. A korábbi miskolci bajnokok búcsúversenyének tervezett időpontja augusztus 19-e.